Köszöntöm Önöket, a nyár első víkendjét látják, június 3-a péntek van, vasárnap is jövő hétfőn ünnepeljük idén Pünkösdöt. Arról, hogy mit is ünnepel ilyenkor a kereszténység, hamarosan Melik Mihály lelkigondozóval beszélgetünk. A pünkösdi néphagyományokról is szó lesz, a Sóstói Múzeumfalu június 5-én és 6-án feleleveníti ezeket, színes programokkal várják majd a vendégeket. Az ünnepi könyvhét eseményeivel és a Michelin Bringa Fesztivál programjaival kapcsolatban is érkeznek hozzánk vendégek. Helyezzék magukat kényelembe, már is kezdünk. A pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának tartják, az ünnep bibliai hátteréről, annak üzenetéről Melik Mihály kórházi lelki gondozóval beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, csak egy nagyon rövidke kérdés. Ugye sok olyan ünnep, sok olyan fesztivál lesz most, ahol végre személyesen is jelen lehetünk. Már-már elfeledjük azt a nehéz időszakot, amit a vírus jelentett a világban, bár nem hiszem, mert szerintem ez így kitörölhetetlen, benne belekerül a sejtjeinkbe valahol, ez is egy ilyen sejtszintű emlék lesz sok-sok generáción keresztül. De gondolom, hogy lelki gondozóként a kórházakban nagyon sok segítséget tudott nyújtani. Hogy kell elképzelni egyébként egy lelki gondozó életét? Muszáj megkérdeznem a kérdést, mert nem minden napi vendégként köszöntjük itt a stúdióban. Bárki fordulhat önhöz, betegek, és akár hozzátartozók is adott esetben? A válasz határozott igen. A mi szolgálatunk valójában egy missziói szolgálat. Ha missziói szolgálatot nézzük, akkor azt jelenti, hogy ez Jézus ugye a mennybe menetele kapcsán a tanítványokra adta, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden népet. A tanúságtétel Jézus haláláról és feltámadásáról az egyetemleges, úgyhogy itt a kórházban is nem csak a betegeket, hanem hozzátartozókat, de én azért sokszor szoktam említeni, és nagyon jó tapasztalataim vannak, hogy az egészségügyi dolgozókat is érinti, tehát nővéreket, orvosokat, és egyéb kiszolgáló személyzeteket, akik ott a kórházban dolgoznak. Igen, sokszor elég egy jó szó, egy pozitív üzenet, vagy egy megerősítés, vagy egy tényleg egy megsimogatás, hogy amit éppen mondjuk egy egészségügyi dolgozó tesz, azzal nagyon sokat tesz a közért, és már is olyan energiák mozgósodnak, hogy tovább tudják teljesíteni a szolgálatot, mert hát azt gondolom, hogy az is egy misszió, amit mondjuk egy ilyen nehéz helyzetben egy egészségügyi dolgozó végzett. Ha már említette, talán kezdjük itt, hogy azért is mondjuk, hogy a kereszténység igazi születésnapját gyakorlatilag pünköstkor ünnepeljük, mert hogy ott indult valami olyan folyamat, az a misszió, amikor a viszonylag szűk kis közegből, ugye a tanítványok tapasztalataiból elindultak, és az egész világnak hirdették Jézus Krisztus dicsőségét. Meg kell ezt minden évben erősíteni az emberekben, hogy mit is jelent a pünkösd? Szükség van rá, mert hogy majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy picit olyan mostoha ünnepe, mint a reformáció nálunk protestánsoknál, egy kicsit mostoha ünnepe ez a pünkösd, sokan nem tudnak vele igazából mit kezdeni. A közelmúltban épp néztem egy kis archív felvételt, az utca embereit szólították meg, és kérdezték, hogy mi a pünkösd, vagy mi a pünkösd üzenetének a lényege, és bizony nagyon sokan tájékozatlanok voltak a kérdésben. Emlékszem egy fiatal emberre, aki ugye a következő választ adta, hogy hát valami a kereszténységgel kapcsolatos, és emlékszem, hogy még középiskolában érettségi tétel is volt, és felelnem kellett belőle. Hát szóval a pünkösd igazából azért hallatlan nagy jelentőséggel bíró ünnep, mert ugye, ahogy műsorvezető asszony is említette, igazából azok a tanítványok, akik addig zárt falak között voltak, a lélek erejével a zárt falakon kívül
el tudták vinni az üzenetet, azt az örömhírt, hogy Jézus meghalt, Jézus feltámadt, Jézus él, és az ő nevében ma is bűnök bocsánata van. Ugye valahogy gyarló az ember, és mindig kell bizonyíték, és azért azt látjuk, hogy a tanítványok esetében is ugyanúgy kellett nekik az, hogy ott legyenek, lássák azokat a csodákat, amelyeket mondjuk Jézus tényleg a földi ott tartózkodása alatt is már véghez vitt, halottat támasztott fel, betegeket gyógyított, vízen járt, és még az is kevés volt, mert amikor ugye a kereszthalála megtörtént, akkor valahogy elfogadták, hogy itt van a vége, és maga a feltámadás is szerintem valami nagyon furcsa érzéseket ébresztett bennük. Én álltam képzelni, hogy akár félelmet is. Tehát, hogy ha ugye 2000 évvel ezelőtt a tanítványok számára is szükség volt a csodára, vagy legalábbis arra, hogy ennek a részesei legyenek, akkor a ma emberének sokkal nagyobb intenzitással kell valahogy ezt a hitét megerősíteni, hiszen nem vagyunk jelen, és mégis el kell, hogy fogadjuk. Ugye a feltámadást követően a tanítványok összegyűltek, hogy ünnepeljenek, és ott történt egy ilyen nagyon misztikus dolog, maga a Szentléleknek a kiáradása. Hogy kell ezt elképzelni, hogy zajlott le mindez? Igen, hát az apostolok cselekedetéről szóló könyv írja le ezt a jelenséget, hogy abban a zárt térben, abban a házban, ahol együtt voltak az apostolok, egyszer csak hirtelen heves szélvihar támadt, illetve lángnyelvek jelentek meg, amelyek egyenként leszálltak az apostolokra, és ők megteltek ugye erővel és bátorsággal, és elkezdtek nyelveket szólni, elkezdtek azt a nyelvet beszélni, ami aztán sokak számára érthető, befogadható nyelvezet lett, és ugye itt, hogyha az egyháznak az üzenetét nézzük, akkor ezzel kapcsolatban van egy párhuzamos történet, amit szoktunk említeni, ugye egyfajta antitézis a Bábel tornának a története, ahol az emberi dicsőségvágy, ugye építsünk tornyot, próbáljuk elérni az istenséget, próbáljunk mi olyanok lenni, mint az Isten, ugye, és ott összezavarodnak a nyelvek, és a Biblia azt mondja, vagy legalábbis arról ír, hogy ez a sok nyelvűség, az, hogy különböző nyelveket beszélünk, különböző nyelveken szólunk, ugye ez ennek a következménye is, hogy érdekes módon a pünkösdi történet meg pont arról beszél, hogy azok, akik többféle kultúrából jönnek és többféle nyelvezetet beszélnek, egyszer csak mindenki megérti azt a nyelvet, amit az apostolok szólnak. És én sokat gondolkoztam már ugye ezen, hogy vajon igazából mi is az a nyelv, ugye, és hát a 20. században láttunk kísérletet arra, hogy ugye például az európai kultúrkörbe így próbálták az eszperantó nyelvet felelevenítve, vagy legalábbis megalkotni, hogy itt próbáljunk egy közös nyelvezetet, egy közös nyelvi kultúrát teremteni. És én úgy gondolom, hogy a Bibliának az üzenete éppen arról szól, hogy az apostolok azt adták tovább, ami Jézusnak a belső lényéből fakadt, ugye? Tehát, hogy magyarán szólva, a szeretet nyelvét adták tovább, ugye? És ez az, ami mindenki számára érthető volt, és szerintem a mai kultúrkörben is éppen erre van szükség, hogy a tanítványság, a Krisztusban elkötelezett hívő közösség, és itt nem feltétlenül kell érteni pusztán csak az áldozó papságot, mi ugye hiszünk az egyetemes kereszténységben, tehát hogy minden hívőnek feladata, megbízatása, lehetősége, aki a Krisztussal való közösséget megtapasztalt, hogy vigye tovább ezt a nyelvet, a szeretetnek a nyelvét, ami azért hatalmas falakat képes lebontani a mai világban is. Így van, pont erre gondoltam, hogy azt a fajta nyelvi megosztottságot, amit most nekünk nem lingvisztikai szempontból kell elemezni, hanem sokkal inkább mögé látni, és a szívből kiindulva valóban csak egyfajta, mintha egy ilyen telepatikus állapot lenne, amikor teljesen mindegy, hogy valaki milyen nyelven beszél, de
de szüksége van a segítségre, és én segítek, akkor elég egy összenézés, vagy egy ölelés, és akkor ugyanazok vagyunk, mert végül is mi az emberiség minden egyes kis darabkája ugyanazok vagyunk, ugyanabból a lélekből. Hát nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy ezzel a kis beszélgetéssel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a pünkösd a maga méltó helyén legyen ünnepelve, és ne mostoha gyermekként, hanem valóban igazi születésnapként, mint a szeretet nyelvének a születése. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget, és áldott pünkösdet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Kedves nézők, megjelent a Józsa András Múzeum 2021-es évkönyve. Az évkönyvvel együtt bemutatták azt az egyedi patika bútorzatot, melyet Nyíregyháza egyik legrégebbi gyógyszertárától vett meg az intézmény. A 100 éves kitűnő állapotban lévő bútor a megújult múzeumban kap majd helyet. Ez a Józsa András Múzeum 2021-es évkönyve. A kiadvány a pandémia alatt készült. Különlegessége többek között, hogy 63 éve töretlenül megjelenik, ami országos szinten is kivételes. A most kiadott könyv a régészeti, történelmi, néprajzi publikációk mellett idén új fejezetekkel is bővült. Ezek múzeumpedagógiai témában írt cikkeket, valamint ismert és elismert nyíregyháziak életútját mutatják be. A kiadvány a múzeumban és a társintézményekben folyó tudományos tevékenységről is képet ad. Örülünk, hogy meg tudtuk jelentetni. Már Zsinórban 63. alkalommal, 63 éve jelenik meg az évkönyvünk, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. Az országban is a kivételek közé tartozunk, akik megtartották ezt a publikálási formát a munkatársaknak, ugyanis a munkatársak tudományos tevékenységét így szoktuk közreadni. Ami új ebben a kötetben az, hogy a régészet, a történelem, a néprajz mellett új fejezeteket is próbáltunk cserkészni. Az egyik a szolgáltató múzeum fejezet, ahol múzeumpedagógiai tanulmányokat jelentettünk meg. Három múzeumpedagógiai cikk is bekerült itt a kötetbe, és én úgy veszem észre, hogy ez egy jó kezdeményezés volt. A másik megjelent egy Anzix fejezet, itt pedig életutakat mutatunk be. Kifejezetten arra törekszünk, hogy Nyíregyháza vagy Szabolcs megye híres embereit, híres, neves munkásságáról neves embereket próbálunk itt megjelentetni. Hát csak a nyíregyházi Tóth Laci bácsit hagy említsem, aki 93 éves korában ebben az évben hagyott itt bennünket, aki ő saját magát Nyíregyháza puzzle emberének nevezte. Úgyhogy róla, verseiről és a tevékenységéről két tanulmány is készült. És hát büszke vagyok végezetül arra is, hogy minden évkönyvünknek a végén a munkatársaink publikációit is meg szoktuk jelentetni. Hát én magam lepődtem meg legjobban, hogy 3 év termése munkatársaim tekintetében több mint 200 publikációt jelentett. Tehát magyarul, aki a Józsa András Múzeumra, vagy a Kálai Gyűjteményre, vagy a Sóstói Múzeumfalura gondol, az nem mindig csak a kiállításokban merül ki, hanem komoly tudományos munka is folyik a mindhárom múzeumnak a falai között. Az évkönyv mellett bemutatták azt az egyedi 100 éves patika bútorzatot, melyet a közelmúltban vásárolt a Józsa András Múzeum. Különlegessége, hogy nemrég még használatban volt egy nyíregyházi gyógyszertárban, melynek jelenleg is zajló felújítása miatt új helyet kerestek a ritkaságnak. Amikor az előző tulajdonos gyógyszerész úr Szűcs József átadta nekem a stafétabotot, akkor közösen terveztük meg a gyógyszertárnak az elkövetkezendő felújítását, ami jelenleg is zajlik, és amikor elkezdtünk erről beszélni, akkor teljes volt az egyetértés közöttünk abban, hogy ennek a gyönyörű, szép, több mint 100 éves bútorzatnak megfelelő helyre kell kerülnie, lehetőleg Nyíregyházán belül, hiszen ez Nyíregyházának egy nagyon fontos helytörténeti emléke. A tájékoztatón elhangzott, a múzeum és a gyógyszertár együttműködésének köszönhetően a patika történetével kapcsolatos kutatás is elindult. Olyan helyet szerettünk volna találni, ahol ez méltóképpen tovább tud élni. Ezért vettük fel a kapcsolatot a Józsa András Múzeummal, akik egyből nagyon megörültek ennek a lehetőségnek, nagyon pozitívan álltak hozzá a bútorzat átadásához, és nagyon sok segítséget kaptunk tőlük abban is, hogy magának a gyógyszertárnak a
régebbi történetét, történelmét megismerhettük, megismertük, és ezen felbuzdulva, ennek apropóján mi is úgy döntöttünk, hogy a átépült, hamarosan újranyitó gyógyszertáron belül mi is fogunk egy ilyen mini múzeumi kis kiállítást rendezni, azokból a régi 100 éves gyógyszertári üvegekből, standedényekből, amiket a felújítás során találtunk. A megyeszékhely legszebb állapotban megőrzött patika bútorzatával a Józsa András Múzeumnak komoly tervei vannak. Közeljövőben felújítandó múzeumi kiállításokban szeretnénk bemutatni, és ezzel kapcsolatban természetesen Nyíregyházának a történetében az orvoslás és gyógyszerészet történetét is szeretnénk bemutatni. És ez nagyon jó adalék lesz a kiállításban hozzá. Nyíregyháza 7. gyógyszertára volt a Gergelyfi gyógyszertár, melyet Gergelyfi György, a város elismert gyógyszerésze alapított. A patika 1927-től működik mai helyén, Krúdi Gyula szülőháza mellett. A pünkösdi néphagyományokban a keresztény és a pogány szokások keverednek. A Sustói Múzeumfalu június 5-én és 6-án feleleveníti ezeket a tradíciókat. Vendégem Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Sustói Múzeumfalu igazgatója. Szia Zsuzsa, jó estét! Én is köszöntöm a tévénézőket! Pünkösdi sok a dalom, és közben rájöttem, hogy sok a dalom, mert hogy sokan vagyunk, és valószínűleg, hogy ez egy jó fajta, vidám emberek közösségét jelenti, tehát ez a szép beszélő magyar nyelv nagyon szépen jelképezi, hogy mi mindenre számíthatunk majd június 5-én és 6-án. Melyik lesz a főnap, vagy lehet-e egyáltalán így súlyozni a két nap között? Persze, természetesen mindig van egy súlypontos főnapunk, ez mindig a hétfői nap, tehát pünkösd második napja, de idén van először az, hogy a Múzeumfalu pünkösd vasárnapjára gondolva azokra a turistákra, akik Nyíregyháza Sóstón töltik a hosszú hétvégét, akkor valami plusz programot is kapjanak, így már pünkösd vasárnapjára is szervezünk programokat, és mindkét napon kedvezményes belépőjeggyel látogathatnak a vendégek a Múzeumfalu területére. Megnézhetik állandó és időszaki kiállításainkat, és természetesen a pünkösd jegyében, ahogy te is mondtad, lesz nóta és dalolás mind a két napon, hiszen fontos az, hogy ahogy mondtad is, hogy pogány szokások voltak, a természet és termékenység varázslás, mint ahogy a legtöbb néphagyományban megjelenik, így a nótákban, dalokban és hagyományokban mi ezt megelevenítjük a portáinkon. Pünkösd vasárnapján kezdjünk, akkor velünk lesz a Garagulya Gólyalábas kompánia, és muzsikál velünk majd Hajdó Ágota, és lesz népviseletes bemutató, szeretnénk megyénknek a népviseleteit is bemutatni egy-egy portánkon, néptáncosok segítségével. És természetesen a pünkösd hétfő az már egy kicsit programgazdagabb nap lesz, úgyhogy ezen a napon a gyerekprogramok mellett természetesen felelevenítjük a pünkösdi megyei szokásokat, így lesz mavagyolonás, pünkösdi királyné járás, kitáncoljuk a májusfát is, annak rendje módja szerint, és reményeink szerint hát sok mindenki ilyen gasztronómiai élményekben is részesül. Mit jelent az, hogy kitáncoljátok a májusfát? Ugye május 1-én közösségi májusfát is, és a legény, a kiszemelt leánynak saját portál, vagy a leány portáljánál egy májusfát állított. Na, ezt le kellett ám szedni. A közösségi májusfát együtt a templom után közösségi esemény kapcsán egy táncos mulatság keretében úgy mondjuk, hogy kitáncolták, ledöntötték, elbontották. Aha. Tehát egy kicsit ez olyan, mint vízkereszt, amikor leszedjük a karácsonyfát, és hát összesöpörjük a tűleveleket, de hát ugye ehhez is nagyon jól értett a magyarság, hogy ha lehet, akkor ha már együtt vagyunk, akkor legyen valami jó kedv és helyehúja, és legalábbis tánc, mert hogy a néptáncban ugye minden érzelmet meg lehetett mutatni a szomorúságtól a vidámságon át. Keresztény, tulajdonképpen a kereszténység missziójának első napja ugye a pünkösd, a mondhatni egyfajta születése a világ egész ébe kiterjedő keresztény hitnek, és ahogy említetted, pogány szokások is keverednek ehhez. Hogy fér meg ez a kettő egymás mellett? Nincs olyan
kalendári szokás, néphagyomány, amiben ez a kettősség ne lenne meg karácsonytól, egészen a augusztus 20-áig is, akár az új kenyérünnepig megjelennek ez a kettőségek, és ugye, ahogy mint a római hagyományokban a florária, mint egy termékenység és a természet éledésének a szokása megjelent időszámításunk előtt már, Krisztus után pedig ugye a biblikus hagyományokkal pedig egy másfajta értelmet, de az régi pogány szokások is új köntöst kaptak, jól megfér ez, azt gondolom, egymás mellett. És a pünkösd, ugye, ami ráadásul egy mozgó ünnep, ugye húsvéttől számított 50. nap, amikor a pünkösdöt ünnepeljük, a Biblia szerint pedig az Új Testamentum által a Szentlélek kitöltekezésének ünnepe, a nagybetűs egyház születésének a napja. Ez megjelenik abban, hogy míg a délelőtt elmentek a templomba, és megtartották az Isten tiszteletet, meghallgatták a prédikációt, utána délután egy közösségi alkalmon már egy teljesen másfajta liturgia jelent meg a közösségi májusfa kitáncolásával például, de a pünkösdi királyné járás is, amit itt emlegettünk, hogy érdekesség az, hogy a leányok, a legszebb lányt, a legkisebb lányt vitték körbe házról házra, és énekeltek, pünkösdi termékenységi jóslásokat, kívánságokat mondtak, hogy ekkora legyen a kentek kendere, és megugrasztották a kislányt, hogy ezzel is kívánták azt, hogy bőség, áldás szálljon arra a házra. Ebben is van valamilyen régi pogány rítus is. Végén pedig ugye a leányok kapták az adományokat, és ugye ne feledkezzünk meg, bár a mi megyénkre nem volt jellemző a pünkösdi király választás. Mondják is, hogy olyan rövid, mint a pünkösdi királyság, mert akár egy hétig vagy tájegységenként változott, egy évig tartott ez a királyság, és ugye ehhez valami virtuskodáshoz is kötötték. Erdélyben például lóverseny volt ilyenkor, és az lett a pünkösdi király, aki megnyerte ezt a versenyt, de voltak tönkhajítás, vagy rönkhajítás, és nagyon sokféle legények megpróbáltatására alkalmas versenyszámot kipróbálhattak. Ez nálunk is megjelenik most a múzeumfaluban. Milyen játékok lesznek, vagy milyen kihívások várják a fiatal embereket? Hát igazi múzeumfalusok, ezt mondanám, hogy mi a szokásokat vegyítjük, és egy kicsit saját infrastruktúránknak megfelelően fogjuk ezt alkalmazni. Lesz nálunk bálapakolástól kezdve, rönkhajítás az például biztosan lesz, és lesz petrencer úttartás, az nem maradhat el a múzeumfalu területéről, és bizony ez fontos az, hogy más tájegységekről is hozzunk olyan szokásokat, ami nem biztos, hogy mi ránk volt igazán jellemző. Pedig most kitaláltam tök jókat, például felfalazás, vagy vályogvetés, amit mondjuk egy készülő házhoz tudtok majd alkalmazni, úgyhogy lehet, hogy ilyen jellegű munkákat is be lehetne vetni egy-egy ilyen feladat során. Egyéb iránt ez a pünkösdi királyság, ami vagy egy hétig, vagy egy évig tartott, ez milyen előnyökkel járt a fiatal emberek számára mondjuk az adott településen? Hát igazából azt gondolom, hogy aki a kocsmát akkor kezdte el látogatni, annak biztosan nagyon fontos volt, hogy megnyerjen egy ilyen pünkösdi királyságot, hiszen akkor ingyen ihatott a kocsmában. Előre köszöntek neki, tiszteletben tartották a faluban ezt az embert, más különösebb erénye is. Valószínűleg népszerűbb volt a lányok körében is a pünkösdi király. Biztosan igen. Így volt. Nos, hát a részleteket, meg igazándiból mindennek az ízét és a valóságát akkor a Sóstói Múzeum faluban vasárnap és hétfőn is kipróbálhatják a kedves nézők a szokott időben. Sajnos az időnk elfogyott, Zsuzsa, de azt gondolom, hogy azért még a Múzeum falu idényének az elején vagyunk. Szerintem már így is nagyon sokan látogatták a Múzeum falut, ugye a nyitástól számítva, és hát azért a nyár még rengeteg meglepetéssel, programmal várja az érdeklődőket. Ugye érdemes az oldalatokat figyelni, mert ott minden információt megtalálnak a nézők. Mindenképpen nézik, hiszen fontos az, hogy lássák a látogatási időket, díszabásukat, ez a fontos, hogy ezt a honlapunkon megtalálják. És nagyon fontos az, hogy kutyabarát helyszín vagyunk. A látogatóink már 35 000 látogatót számolt meg az elmúlt 2,5 hónapban a múzeumfalu, ez egy rekordszám, azt gondolom. Látszik az, hogy aktívan keresik a táborok, és amikor elindul majd az iskola
bezárását követően, tehát amikor véget ér az iskola, indulnak a táborozások, rengeteg lefoglalásunk van Erzsébet táborokra. Ezen kívül ugye, hogyha Nyíregyháza, mint turisztikai attrakciókkal teli település, Nyíregyháza állatkertje mellett a múzeumfalut is aktívan látogatják, úgyhogy reméljük, hogy kellőképpen jól fogunk majd produkálni látogatószámot is, és nagyon izgalmas programokat, élménydús látogatásokat fognak tapasztalni a vendégeink. Így legyen, köszönjük szépen. Kedves nézők, vörös vari kölyök született a Nyíregyházi Állatparkban. A 7 hetes csöpség nemrég esett át első állatorvosi vizsgálatán. A ritka maki faj végveszélyben van, ezért is fontos, hogy az állatkertekben ne csak bemutassák, hanem tenyésszék is őket. Első orvosi vizsgálatára érkezik éppen a Nyíregyházi Állatpark vörös vari kölyke. A kicsi megszeppenve ugyan, de hősiesen viselte az ilyenkor szokásos eljárást. Az állat most 7 hetes, ezért már látszódott, hogy elég gézgága, illetve már egy gondozónak kellett tartani a vizsgálathoz. A vizsgálatban teljesen semmi extra nem volt, ugye megmértük a súlyát, vagyis hát a súlyát nem tudtuk megmérni, de ezt egy utólagos módszerrel majd meg fogjuk tudni mérni. Ugye felmértük az általános egészségügyi állapotát, illetve a fejlettségi szintjét, valamint megkapta az egyedi azonosítót, a csipet, illetve a féreghajtó pasztáját. A többi makifajtától eltérően a vörös vari nem hordozza testén a kicsinyét. Fejletlen utódját a saját maga építette fészekben hozza világra, aki másfél-két hetes korban merészkedik ki először a biztonságot nyújtó menedékből. A vari latin neve varietzegata, azaz azt jelenti, hogy napimádó, nem véletlen, hiszen ahogy felkelnek ezek az állatok, elkezdik a hasukat süttetni, és imádják a napot. Tündériek, de végveszélyben vannak, Madagaszkáron őshonosak, ezért is fontos, hogy ne csak bemutassuk, hanem tenyésszük is őket itt az állatkertben. Az itt élő tenyészpár nőstény tagja 16 esztendős, ő Csehországból jött, a hím pedig 17 éves. Ő francia kertből érkezett hozzánk, tavaly és idén is volt egy-egy szaporulat. Az egyedüli maki féle, amely nem hordozza a kicsinyét születésétől fogva, hanem fészket épít a számára, úgyhogy az első 2 hétben igazából csak sejtettük a pici létezését, most azonban már úgy, hogy 7 hetes, már miniatűr mása a szüleinek. Már elkezdte az anyatej mellett egyébként a szilárd táplálék fogyasztását is. A kis vari már 7 hetesen a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozog, kifutója mászó felületein. Az anyatej mellett pedig már a lédús gyümölcsöket is kóstolgatja. A Madagaszkár szigetén őshonos vörösvari, a makifélék családjának legnagyobb termetű faja. Testhossza a farkával együtt 110-120 cm, súlya 3 és 4,5 kg közötti. Nappal aktív állat, elsősorban a fák lombkoronájában tartózkodik, ahol vörös mintázata kiváló rejtőszint biztosít számára. Kötött bemutatókkal, ingyenes könyvtári beiratkozással, amnestia héttel várják a felnőtt és a gyerekolvasó közönséget. A 93. ünnepi könyvét június 9-e és 13-a közötti időszakban. Vendégem Tomaszowski Anita, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója. Szia Anita, jó estét! Szia, jó estét, köszöntöm a nézőket. Mondhatjuk azt, hogy végre ismét a megszokott kerékvágásba kerülnek a dolgok, hiszen ugye a nyár eleje volt az ünnepi könyvhét időszaka, de aztán utána a pandémia közbeszólt. Így van, mondhatjuk azt, hogy végre a megszokott időben tudjuk megtartani az ünnepi könyvhetet. Ugye tavaly szeptemberben volt, azelőtt pedig csak online tudtuk a pandémia miatt megtartani. Ezért is gondoltuk egy kicsit át az idei ünnepi könyvhetet, hogy hogy tudnánk másképp megszervezni, igazodva ahhoz, hogy valószínűleg az országos megnyitóra most többen elmennek. Így úgy gondoltuk, hogy nálunk június 10-én pénteken legyen a megnyitó, és egy napra települünk ki a korzó előtti térre. De a programok június 9, 10, 11, vasárnap pihenünk egy kicsit, és 13-án. Hát nem tudjuk, hogy milyen lesz az idő, ugye, de azt tudom, hogy egész nap kint lenni a
forró aszfalton az tényleg a kultúra harcosainak való feladat. Emlékszem, hogy valamelyik évben a Kossuth téren voltak a sátrak, és tényleg biztos, hogy nem kellett barnítókrémet kölcsönözni az íróknak, meg az olvasóknak sem. Nos, tehát akkor Budapesten meg lesz a megnyitó, és akkor másnap itt Nyíregyházán folytatjuk, de hát akkor nem egy napos, hanem egy hetes lesz. Hány hely rendezvénnyel, illetve mik a legfontosabb tudnivalók? Kezdjük talán ugye a beiratkozással. Mit jelent ez, hogyha valaki most beiratkozik, akkor decemberig tart a könyvtári mandátuma, vagy a következő év mondjuk június 10-ig? Igen, ez 365 napra szól, tehát nem az adott évre, nem évvégéig szól, hanem egy évre. Na hát akkor ez már is egy jó befektetés. Így van, megéri beiratkozni, és azt vettük észre, hogy nagyon szeretik az olvasók, úgyhogy egy évben kettő ilyen alkalmat szoktunk indítani, egy az ünnepi könyvheten, egy pedig az országos könyvtári napok alkalmából, úgyhogy június 7-től június 13-áig ingyenes a beiratkozás. Ezen kívül amnestiát is tartunk, ezt is nagyon szeretik, többen elfelejtik visszahozni időben a könyveket, és akkor némi késedelmi díj felhalmozódik, de most mi mindent elfelejtünk, megbocsájtunk, és visszaveszik késedelmi díj nélkül a könyveket. Ezzel nagyon szeretnek élni. És hát a korzó előtt várjuk még az érdeklődőket a nagyon-nagyon népszerű népifajátékokkal, gyerekeknek kézműves foglalkozások, papírszínházas mesékkel, kötészeti bemutatóval és retro könyvvásárral, ami azt jelenti, hogy 100-500 forint értékben tudnak az állományunkból kivon, de még jó állapotban lévő könyveket vásárolni a térre látogatók. Ez szintén a megnyitó napján lesz? Igen. Tehát amikor ki lesztek települve? Igen, ez 10-én pénteken egész nap a korzó előtti téren. Na hát akkor, aki beszeretne vásárolni, annak érdemes gondolom korán menni, mert hát lehet, hogy már késő estére megfogyatkoznak a könyvek, viszont azért a Móri Zsigmond könyvtár állománya az hatalmas, nem tudom, hogy tudod-e számszerűen, hogy pontosan hány könyvetek van. Közel 400 ezeres dokumentumállományról beszélünk, ebből 300 ezer könyv, és a többi pedig egyéb dokumentum, folyóirat, CD, DVD, hangos könyv. Úgyhogy rengeteg az állományunk, minden évben selejtezünk, amennyit gyarapítunk, annyit selejtezünk is, hogy raktári gondjaink ne legyenek. Ezért ezeket vásárlásra tudjuk felajánlani, és nagyon-nagyon szeretik. Tehát ez a garázsvásár, ami októberben szokott lenni a könyvtárban, azt nagyon népszerű, főleg az első pár nap, el is viszik a legjobb könyveket, és aki elkésik, annak bizony nem marad. Vagy a maradék marad, vagy pedig be kell neki iratkozni és kikölcsönözni. Egyébként, amikor kint lesztek a téren, ott is be lehet iratkozni, vagy azért be kell menni a hűs falak közé a beiratkozás? Úgy települünk ki, hogy be lehet iratkozni, tehát számítógéppel ott a helyszínen be tudnak iratkozni, de ha akkor éppen sietős dolguk van, mert csak arra jártak, akkor majd a könyvtárban. Vagy akár mondjuk szétnéznek, vesznek valamit és bemennek, mert azért érdemes be is menni, ugye hát nagyon sok minden történt a Móri Zsigmond könyvtárban, gondolok például a gyerekkönyvtár csodálatos átalakulására. Ezen a héten lesznek-e olyan rendezvények, amit már benn a könyvtárban esetleg érdemes látogatni, vagy író-olvasó találkozók? Igen, június 9-én a kamaratermünkben várjuk az érdeklődőket, a kisebbeknek is készülünk, június 9-én Bumberák Maja mesemondó lesz a vendégünk, június 10-én a korzó előtti téren Kertész Erzsivel találkozhatnak a kicsik, úgyhogy igen, a felújított gyermekkönyvtárunkat mindenképpen érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon szép lett, és még többen látogatják azóta. A még nagyobbaknak ott van a Kultúrkuckó, illetve a képregénytárunk, úgyhogy rengeteg fejlesztés volt. A Vécsey utcai fiókkönyvtárat is fel tudtuk ugye teljesen újítani, az Örökösföldi fiókkönyvtárban is elindult egy felújítási folyamat, úgyhogy várjuk mindenhova a látogatókat, mert az ünnepi könyvhét alkalmából a kamaratermünkön kívül a Vécsey utcai fiókkönyvtárban is lesz program, úgyhogy oda is várjuk őket szeretettel. És nem csak ünnepi könyvhét lesz, hanem 21. gyermekkönyv napok is, ugye? Gyakorlatilag ugyanebben az időintervallumban.
pár héttel ezelőtt beszélgettünk a gyerekkönyvekről egyik kolléganőddel, hogy gyakorlatilag itt is óriási nagy már a piac, ugye a klasszikus gyermekkönyvektől egészen a mondjuk a képregényeken át, vagy a mostani ilyen kis modern meséig, tehát egy szülőnek bizony elég nehéz dolga van, hogy kiválassza, hogy mi is a gyerekének megfelelő mese, vagy egyáltalán mivel tesz jót, mik a gyógyító mesék, akár ebben is tudnak szerintem a könyvtárosokhoz fordulni. Élnek ezzel a lehetőséggel? Ezért vannak a szakemberek. Tehát a gyermekkönyvtárosok azok kifejezetten tudják, hogy melyik korosztálynak milyen könyvet érdemes olvasni, mivel kezdjék, hogy ne elijesszük őket, hanem hogy megszeressék az olvasást, mert ez nagyon-nagyon fontos. Az a fontos, hogy könyves környezetben találkozzanak olyan olvasmányélményekkel, amitől utána olvasók maradnak és rendszeresen járnak a könyvtárba szülővel, családdal, utána pedig felnőtt korában folyamatos kölcsönző lesz és olvasó. Hát igen, és azért tényleg elképzelem, hogyha mindezt egy ilyen nagyon különleges, varázslatos környezetben annyi könyvnek az illatát, azt egyébként nem lehet máshol beszippantani szerintem, csak egy ilyen hatalmas kötettel bíró könyvtárba. Úgyhogy ha ezzel a fajta bizsergető érzéssel egy kisgyerek megfertőződik mondjuk már elsőben, másodikban, akkor valószínűleg számára a könyv mindig igazi kincs lesz. Anita, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és reméljük, hogy jó sokan ott lesznek a korzó előtt majd. Meg természetesen a könyvtári rendezvényeken. Köszönöm a lehetőséget, várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézők, az irodalom után rajzzal megyünk tovább. Több mint 6200 alkotást készítettek a magyar óvodások a Tehetsz még többet pályázatra. A nyírvasvári óvoda kis csoportosai külön díjasok lettek a versenyen. Az elismeréssel együtt járó okleveleket, mézet és kifestőket hétfőn vehették át a nemrég felújított intézményük. A méhecskékről énekeltek stábunknak nyírvasváriban az óvodások. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre és a méhek fontosságára. Ezt a folyosón elhelyezett láblenyomatok és a sok méhecskés dekoráció is jelzi. Mit csinálnak az ivék? Mézet csinálnak. Mézet, hogyan csinálják el? Tudod mondani? Virágpóba. Bélyagat püszölbe. Ennyit mert elmondani kameránk előtt az egyik nyírvasvári óvodás, de a pedagógusok szerint ettől többet is tudnak. Például, hogy nem szabad bántani őket. Szobornak kell lenni. Miért kell szobornak lenni? Mert akkor beszúlja tüskéjét, és tenni bennom a szeri, és tenni meg az ember, meg... Dojáz is megaj. A méhek védelme és a környezet tudatos nevelés már kicsi korban is fontos, az oktatás színvonalát pedig a nemrég bölcsödével bővült és teljesen felújított óvoda épülete is segíti. Az óvoda tavaly lett átadva, azért volt fontos, mert ugye szerettük volna, hogyha a nyírvasvári gyerekek is a 21. századnak megfelelő modern óvodában folytathatnák az előképzettségüket az iskola előtt, és voltak egy kis hiányosságok, nem volt még tornatermünk, most sikerült azt is építeni, berendezni, már nem az óvoda belső részébe kell, hogy ezeket a feladatokat ellássák, hanem természetesen modern körülmények között mindennel felszerelve nagyon szívesen veszik a gyerekek, és a csoportokban pedig minden olyan feladatot el tudnak most már látni, ami egy modern óvodában szükséges. Én úgy gondolom, hogy a felújítás után a jelenlévő oktató-nevelő munkával vetekszik az oktatás minősége egy városival.
Mi itt a pedagógusoknak a hitvallása, milyen programra építik ezt a nevelést? Óvodai programunk a külső világ tevékeny megismerésére épül, ezért a mindennapjainkban is a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra fókuszálunk. Bekapcsolódtunk a zöldövői programba, illetve az Erasmus pályázatunk is elbírálás alatt áll, és ha sikeres lesz, akkor más óvodákkal és országokkal karöltve dolgozhatunk az egészségesebb bolygónkért, szemléletünk váltásáért és a zöldebb jövő érdekében. Falunk adottságainak és a természet közelségének, illetve a szülők támogató magatartásának köszönhetően aktívan részt vehetünk a kertekben, földeken folyó munkálatokban, almaszületre járunk, szőlőszületre járunk, kukoricát törünk és morzsolunk, illetve méhkaptárokat is látogatunk. Ennek köszönhetően sokkal nagyobb és elmélyültebb tudást szerezhetnek a gyerekeink. 83 gyermekünk van az óvodában, 3 csoportban dolgozunk. Eddig pedagógus hiánnyal küzdöttünk, de hála a jó Istenkének és más segítőkezeknek. Van most már gyakornokunk, illetve szeptembertől úgy tűnik, hogy teljes létszámmal be lesz töltve az óvodapedagógusi állás, és szép munkát tudunk végezni. Ugye az apropója most annak, hogy mi is itt vagyunk, hogy volt egy nagyon nagy volumenű pályázat, egy országos pályázat, ahol az Őzike csoport szerepelt nagyon szép eredménye. Hogyan készültek fel erre a gyerekek? Hatalmas izgatottság. Már amikor megjelent a pályázat, akkor mindenki mozgósítva volt. Természetesen először is az óvónénik, meg ők koordinálják az egész munkát. És minden csoportból érkezett be pályázat. Lőrinc Anna, fiatal és ambiciózus pályakezdő pedagógusunk sikeres volt, és a csoportjával együtt gyönyörű szép munkát, méhek zümmögnek a kertben, azt az alkotást készítették el, és szerencsére sikerült is, mert nagyon szép munka lett, és eredményes, és 6250 pályázatból válogatták ki őket, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk rájuk. Decemberben, amikor meghirdettük ezt a pályázatot, mi sem gondoltuk volna, hogy ekkora sikere lesz. Az aktívabb időszak az nyilván a januártól számolható, tehát 2,5 hónap alatt több mint 6200 pályázatot kaptunk, 207 óvodából, ami azt jelenti, hogy Magyarország minden hetedik óvodájából érkezett pályamű. Kezelhetetlen mennyiség volt ennyi idő alatt, úgyhogy le a kalappal tényleg, mert aki egy külön díjas alkotást ebből tudott alkotni, és kiválasztásra került, ez tényleg megsérülendő teljesítmény. A külön díjjal kitüntetett óvoda oklevelet és 500 darab Zümmög és Erdőn mezőn című foglalkoztató kifestő füzetet is kapott hétfőn. Ha megfordítod, nézd csak, akkor fogod látni, hogy van benne. Nézd már, hova szállt a méhecske. Szállt a kis lányórocska. Nézzem, te neked mi tetszik. Itt hol találod meg a méhecske? Keresd meg, hol a méhecske? Na, hol van itt a képen? Látod? Ott van egy. A csoport pedig egy igazi mély családot is örökbe fogadott, amelyet később személyesen is meglátogatnak majd. Kerek évfordulóhoz ért a kerékpározás egyik legnépszerűbb nyíregyházi fesztiválja, a Michelin Bringa Fesztivál. Vendégem dr. Nemes Attila ügyvezető igazgató. Jó estét kívánok! Sőt, hát jubileum, ugye? Hiszen ez a 10. rendezvény, és persze volt ugye egy jelentősebb kihagyás, főleg a bringázás szerelmesei sínylették meg ezt az időszakot. Az viszont biztos, hogy már jó pár nappal előtte, ugye, akit Nyíregyháza belvárosában jár, az látja, hogy valami nagyon izgalmas dolog készül, mert a rendezvény mindig nagyon látványos, mind a mellett, hogy számos érdekes nyerési lehetőség, és persze a közös szórakozás és a közös élmény. Mielőtt a mostani 10. jubileumi rendezvényről beszélgetünk, egy kicsit talán ennek a 10 évnek röviden a tapasztalatairól, ugye gyakorlatilag ez egy nemes ügy, ha mondhatjuk ezt, mert egy olyan dologra hívjátok föl a figyelmet, ami nagyon fontos, hogy fontos az, hogy biztonságban legyünk, és megőrizzük az egészségünket. Így van, több dologra szeretnénk fölhívni a figyelmet, egyrészt erre, másrészt pedig arra, hogy a közlekedés az mókás dolog is lehet, nem csak szükséges, hanem mókás is, és biztonságosnak is kell lennie, és vigyáznunk kell egymásra, bármilyen módon vagyunk az úton. Nagyon sokan bicikliznek, mert nagyon örülünk egyébként, mert ez talán az egyik legkörnyezetbarátabb, legegészségesebb módja a közlekedésnek, de rengetegen vagyunk autóval az utakon, és nagyon fontos tudnunk azt, hogy hogyan közlekedik egy kerékpáros, hogyan közlekedik egy autós, hogyan kell figyelnünk egymásra annak érdekében, hogy mindenki a végén
egészségben hazaérhessen. Mi nyíregyháziak ugye sajátunknak érezzük ezt a rendezvényt, elsősorban azért, mert itt van a Michelin, másodszorban pedig azért, mert ugye itt van a rendezvény is. 10 évvel ezelőtt azért, amikor elindult, még sokkal kevesebb volt a kerékpárút, és ha lehet azt mondani, sokkal kevesebb volt a kerékpáros, sőt azóta már nem csak kerékpáros, hanem most már rollerező is, úgyhogy rengetegen vannak két keréken, tehát nem tudom, hogy csak én érzem-e, vagy egyébként a rendezvény szervezői is, hogy azért nagyban hozzájárultak ahhoz ezzel a rendezvénnyel, hogy tulajdonképpen ilyen kerékpár fellegvár lett Nyíregyháza. Bizony, hogy hozzájárultunk, szerintem nagyon jó időben kezdtük el, 10 évvel ezelőtt ez fölfutóban volt, az infrastruktúra kevésbé volt annyira kiépült, mint ma, ez igaz, de látva azt, hogy gyerekek ma is azokban a sisakokban kerépároznak, amiket tőlünk kaptak annak idején, azt gondolom, hogy ez beépült a köztudatban. Igen, ez egy relikvia ugye a gyerekeknek, igen, hogy van olyan kulacsók, és egyáltalán részt vettek. Ugye korábban még Tokajba a profik is mentek, aztán később már csak a Sóstóra kerekeztek a családok, de mégis részt venni, együtt lenni. És gyakorlatilag én azt láttam, hogy teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás. Tehát a kánikula vagy az eső sem riasztja el azt, aki ott akar lenni, az ott lesz. Nos, akkor csináljunk egy kis kedvet, hiszen gondolom, hogy most ez egy kicsit ilyen szinte már szülinapi rendezvény lesz. Ez a 10. igen, picit szülinapú, picit újra gondoltuk, de megtartottuk azokat, amik az elmúlt 10 év tapasztalat alapján nagyon kedves programok voltak. 4 zónára osztottuk föl a Kossuth teret és a Kossuth térnek a környékét. 9:30-kor kezdünk majd, és 9:30-kor indul az első 2 zóna, a kölyök zóna és az adrenalin zóna. Mind a 2 zónában különböző programokkal készülünk. A kölyök zóna az 5 éves kortól, mondjuk úgy 12 éves korig várja a gyerekeket. A ügyességi feladatok lesznek majd, slalom nagyjából az, amit eddig is láthattunk, amiket korábban már a gyerekek kipróbálhattak. Az adrenalin zónában pedig lesz egyrészt gyorsasági futamunk, városi gyorsasági futamunk, és lesz városi lassúsági futamunk, amit eddig nem próbáltunk. Ami ugyanolyan nehéz egyébként. Ami talán még nehezebb is egyébként, igen, kipróbálni azt, hogy ki a leglassabb a városban, vagy ki a leggyorsabb a városban. És milyen távon kell ezt a... Ezt a Bocskai utcán, úgy igazából a lámpás résztől egészen a Kossuth térig, hát ez néhány száz méter. Néhány száz métert lassan menni, az nem egy könnyű feladat. Így van, ez jó pár percet vesz igénybe, úgyhogy gondolom, hogy itt nagy időmérések lesznek, így van, és akár biztos, nyeremények cégafotó, is. És aztán lesz még egy harmadik és egy negyedik zóna. A negyedik zóna, nyátorról beszélek, a harmadik zóna a gamer zóna lesz, ez a dómsátor, amivel már 3 évvel ezelőtt is itt voltunk, ahol mindenfajta elektronikus kütyük lesznek, ahol gondolattal tudunk irányítani a játékokat, ilyen volt már korábban is. Nagyon sok szimulátor, amit nagyon szerettek a résztvevők a korábbi években is, lesz Carrera versenypálya, és a dómsátor szintén 9:30-tól nyitva áll egészen a rendezvény végéig. Már maga ez a dómsátor is egy különlegesség. Ez fantasztikus volt 3 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon népszerű volt, és tényleg olyan játékok voltak benne, amiket nagyon nehezen lehet, azt gondolom, máshol kipróbálni, de nálunk igen. És a negyedik zóna, az a jubileumi zóna lesz, ami nem más, mint a vidám kerekezés, ami 1 órakor fog majd indulni a Kossuth téről, kibiciklizünk Sóstóra, ahogy eddig is, és visszabiciklizünk Sóstóra, ez egy jó 10 kilométeres táv összességében, és azt gondolom, ez az a része a programnak, ahol leginkább érezhetjük azt, hogy milyen rengeteg ember szeret Nyíregyházán biciklizni, és milyen szép ennek a városnak a környéke. Így van, és ugye ezt most már gyakorlatilag kerékpáros útvonalon tehetik meg Zömében, úgyhogy közben lehet akár a gyönyörű tájat is csodálni, persze vigyázni egymásra, igen, illetve a mögöttünk kerekezőre, tehát ilyenkor sokszor elmondjuk, hogy ne álljunk le hirtelen, ne fékezzünk, mert fontos, hogy mindenki épségben megérkezzen, és aztán gondolom, hogy egyéb kulturális kísérő rendezvények, illetve kerékpározással kapcsolatos rendezvények is lesznek, ami miatt még sok gyerkőc vagy gyerekes család megy, mert általában, hogyha valamilyen dolgot sikerül teljesíteni, azért Michelines ajándékok is járnak. Így lesz ez most is? Ezzel idén is készülünk, ugyanúgy lesznek a kihívások, ahogy eddig voltak, illetve a regisztrált részvevők között, a regisztrációra egy picit majd beszélni fogok mindjárt, a regisztrált részvevők között a program végén 2 elektromos kerékpárt fogunk is sorsolni. Ami meg szuper, mert hát azért emelkedőn nagyon jót tesz, vagy egy kicsit hosszabb távon, mert valljuk be, nem mindenki van olyan fizikai kondícióban, de például akár ugye itt említettük, hogy korábban Tokajba is lehetett kerékpározni, ott például jó szolgálatot tesz, hogy egy kicsit lehet ugye elektromos kerékpár. Vagy ha munkába járáskor az ember kicsit rásegít. No, és akkor a regisztráció, azt gondolom, hogy ez egy fontos eleme a rendezvénynek, beszéljünk erről. Beszéljünk erről, nem kötelező regisztrálni, de szeretnénk, ha minél többen regisztrálnának, és a sorsolás csak a regisztrált résztvevőknek lesz elérhető. Lehet a helyszínen is,
illetve a saját Facebook oldalukon keresztül, Michelin Hungária, elérhető a regisztrációhoz szükséges minden információ, egy applikáció szükséges hozzá, de ez nem csak a regisztrációt szolgálja, hanem a programokat is ezen keresztül bárki meg tudja nézni, illetve ott vannak a képek az előző fesztiválokról és videóképek. Illetve azt gondolom, hogy a gyerekek esetében mindenképpen jobb, hogyha a szülő előzetesen regisztrál, hogyha esetleg nem tudja személyesen elkísérni, akkor ezzel megerősítse, hogy mondjuk egy, nem tudom, 12 éves gyerkőcnek kell a regisztráció? Mindenkinek szeretnénk, hogyha regisztrálna, igen. Hogyha valaki 18 év alatti, akkor nyilván kérjük a szülőnek a hozzájárulását. Igen, azt javasoljuk, hogy regisztráljanak főleg a gyerekek. Igen, meg egy kis motivációt szippantanak, látják a korábbi évek fotóit, és akkor egy kicsit már szinte 100%-osan felkészülnek az eseményekre. Nos, és akkor... regisztráció nélkül nem adunk rajtszámot, ami szintén nagyon jól néz ki a biciklinük, valakinek rajtszáma van, és regisztráció nélkül nem lehet nyerni. Azért kíváncsi vagyok, vajon lesz-e olyan, aki mondjuk mind a 10 évet végigkövette, és esetleg elrakta a rajtszámokat. Elképzelhető, hogy vannak ilyen nagyon elvetemült rajongói a rendezvények, akkor szerintem érdemes ezt az információt megosztani a szervezőkkel, mert ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. Tehát június 11-én Nyíregyházán 10. Michelin Bringa Fesztivál a regisztráció fontos, hát mindenkinek rengeteg élményt kívánunk, és boldog születésnapot! Köszönjük szépen! Kedves nézők, a megyében egyedüliként állatbarát általános iskola címet nyert a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskola Szabó Lőrinc tagintézménye. A Sóstóhegyi iskolában 2 éve működik állatsimogató. Emellett az intézmény oktatási programjának a környezet ismeret és az állatvédelem is szerves része. Most már 8 kecskénk van, mert a hétvégén is született. Egy nemrég született kis kecskét simogatnak éppen az alsós gyerekek a Sóstóhegyi általános iskolában. A megyében is kivételes módon állatsimogató működik az intézményben, ahova a gyerekek az órarendjükbe beépített programként hetente egyszer vagy többször is ellátogatnak. Etetjük, simogatjuk salátával, szilvával, almával. Sok gyerek a szünetekben is visszajár az iskolába, hogy részt vehessen az állatok gondozásában. Inkább naponta, meg hétvégén is ugye többször kijövök segíteni, meg megsimogatni az állatokat, meg a gondozónak segíteni. Az intézmény a Nyíregyházi Állatparkkal együttműködve 2 éve hozta létre ezt az állatsimogatót, melynek többek között szárnyasok, kecskék, juhok és ilyen kezes nyulak is a lakói. Az iskolának saját cirmosai is vannak. Az állatsimogató mellett iskolakert is működik, ahol magaságyásokat és üvegházat is kialakítottak a diákoknak. A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény több éves törekvése, hogy a természet szeretetet közvetítse a gyerekek számára. Ennek egyik elismerése, hogy a megyében elsőként elnyerték az Állatbarát általános iskola címet. 2 éve kezdtük ezt a projektet, igazából és nagyon gyorsan sikerült egy összefogás által ezeket megvalósítani. A Nyíregyházi Tankerti Központ nagyon-nagyon mellettünk állt az első pillanattól kezdve, és a szülők és ugye az egyesületek is egy összefogás eredménye volt az, hogy ilyen szépen haladunk és ilyen gyorsan meg tudtuk ezt valósítani, úgyhogy látjuk az eredményeit, látjuk a pozitív hatásait, látjuk, hogy a mai gyerekeknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy a virtuális világ mellett további impulzusok és aktív impulzusok kérjék őket, úgyhogy ennek a keretében van több kísérleti tervünk is, amiben megvalósítása folyamatban van még. A pedagógusok célja, hogy az eredményesen működő élményalapú oktatást továbbfejlesszék az intézményben. A képzési programjukban Ökomodul keretében az állatvédelem, a fajmegőrzés is szerepel. Az intézmény az év állatvédő általános iskolája címre is esélyes lehet idén, a terveik között pedig szerepel az is, hogy örökös állatbarát iskola címet szerezzenek. Szeretnénk tovább bővülni és tovább fejleszteni akár az állatsimogatót is és a KER programunkat is. Nagyon sok új ötletünk van, úgyhogy még szeretnénk további vendégállatokat, akik majd idegenesen vannak, bemutatni nagyobb testű állatokat is. Tudják megnézni a gyerekek, milyen egy kisboci például, vagy hasonló, és akkor utána azok csak egy időszakra lesznek nálunk, hogy meg tudjuk viselni, és akkor vizsgálni őket, és akkor utána pedig már tovább tudjuk visszaadni. Úgyhogy de azt szeretnénk, hogy többi állatot is be tudjuk mutatni. Szélesebb körben tudjuk ezt terjeszteni. Nagyon szeretnénk, ha lennének még további intézmények, akik bekapcsolódnak ebbe a programba. Országosan is nagyon szeretnénk bátorítani legalább, hogy megyénként egy ilyen bázis intézményt
tudná üzemeltetni egy-egy iskola, ahol mi már végigjártuk ezt az utat, hogy engedélyeztetés, eljárási rendszer, és ezt be tudnánk mutatni mások számára, és bátorítunk mindenkit, hogy legalább megyenként egy-két követünk még lenne ebben. Köszönjük, hogy velünk tartottak most is, jövő héten is várjuk Önöket. Töltsék nagyon kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!